A környezetbarát tisztítószereket egyre több háztartásban használják. A növény alapanyagokból készültek a népszerűek. Kulcsár Ildikó szerint a minőségi termékek megvalósításához segít a természet iránti szeretet és a környezetvédelmi elhivatottság. Nem kőolaj származékokat használunk, hanem kókusz és kukoricaolaj kivonatokból készült alapanyagokat, illetve már kísérletezünk repcével és vadgesztenyével. A vadgesztenye az itt terem közvetlen a környezetünkbe. A Waldorf iskolások gyűjtik össze nekünk, és mi ebből mosószert készítünk. Azt hiszem, hogy ez a leglokálisabb termék, amit el lehet képzelni. Egy tisztítószer gyártásánál fontos szempont, hogy nem végeznek állatkísérleteket. A klór származékok, a parabének, az illatanyagok sok embernél allergiás tüneteket váltanak ki, ezért sokan nem használják a hagyományos tisztítószereket. Azonban a környezetbarátak és a bőrbarátak nem okoznak allergiát. Nagyon sok ember nem is gondol bele, hogy például az öblítőszert az egész nap magunkon viseljük, hiszen ott marad a ruhába. Ezért fontos, hogy akár az illatanyagokra és a tisztítószerek alapanyagaira is odafigyeljünk, ne legyenek allergének ezek az anyagok. A fejlesztések során egyes gyártók odafigyelnek arra is, hogy a hagyományos technológiát ne kelljen megváltoztatni a felhasználáskor, vagyis az öko mosószerrel úgy kell mosni, mint a hagyományossal. A viszkioldóval úgy kelljen dolgozni, mint a hagyományos viszkioldóval, tehát hogy a háziasszonynak ne kelljen teljesen megváltoztatni a szokását, és mind a mellett ugye hatékonyan tisztítson, és környezetbarát is legyen. Van többek között környezetbarát mosószer, mosogatószer és viszkőoldó, mely utóbbinál az almaecetes a népszerű. Az almaecetet azért választottuk, mivel Magyarországon terem az alma, tehát az alapanyag az Magyarországról kerül a termékünkbe, és foszfátmentes, tehát a környezetet nem terheli, nagyon jól lebomlik az almaecet. Például a mosószerünkből nem 2 decilitert kell beletenni egy mosáshoz, hanem csak 70 ml vagy 40 ml. Nagyon sokszor oktatjuk a háziasszonyokat, hogy próbálják meg lefelezni a mennyiséget, és lehet, hogy még akkor is hatékonyan fog dolgozni a tisztítószer. Odafigyelnek arra is, hogy 3 hónapos kor alatt ne érintkezzen illatanyaggal a kisbaba bőre. Ezért a bababarát termékek is népszerűek. A bőre 5-ször vékonyabb, mint a felnőtt ember bőre, ezért nagyon fontos, hogy csak olyan tisztítószereket használjunk a kisbaba mellett, amelyik nem szívódik föl a bőrén keresztül, illetve illatmentesek, hiszen amikor megszületik a kisbaba, akkor a látásuk gyenge, viszont a szaglásuk nagyon erős, és a kötődés kialakulásába nagyon fontos, hogy ne az öblítő illatát érezze a kisbaba, hanem az anyukája illatát. De trendi a foszfátmentes gépi mosogatószer is. A környezetbarát tisztítószernél fontos, hogy felhasználó barát legyen, és hogy ne kelljen belőle nagy mennyiséget használni, valamint hogy a kiürült flakont a felhasználó vissza tudja vinni a gyártónak. Amikor kiürült a mosószeres flakon, a háziasszony ezt elteszi, visszavesszük a kiürült flakonokat, és újra töltjük ezeket. Figyelemmel kísérik a tisztítószereknek a teljes életciklusát, és kevesebb lesz a hulladék a háztartásokban. Újszerű elgondolás az is, hogy kukorica keményítő térkitöltőt használnak, amelyek feloldódnak a vízben.